Egész nap dolgoznak a munkagépek és a szakemberek Bonyhádon a Dombóvári útnál található telepen. Itt alakít ki az önkormányzat új ipari parkot. A beruházáshoz szükséges pénz nagy részét, 480 millió forintot, a terület és település fejlesztési operatív program egyik pályázatán nyerte a város. A négy csarnok épület teljes szerkezete elkészült, ebből három csarnok épületnek a burkolása, a szendvicspanellel való burkolása is teljesen elkészült. Ez azt jelenti, hogy az épületek most szerkezetileg készen vannak, állnak, és az utolsó negyedik csarnok épület bezárásával is gyakorlatilag a látványos része az, amiben az épületek formája már messziről látszik, az el fog készülni. Az épülő négy csarnok alapterülete összesen 3200 négyzetméter lesz, a teljes új ipari park pedig egy 3,5 hektáros területen található. A szakemberek az épületek mellett a terület közművesítésén is dolgoznak már. Elkészült a közlekedő utaknak a közművesítése, tehát az út alatti víz- és szennyvízelvezetések és az útszerkezetek teljes alapozása. Bonyhád új ipari parkjának első négy csarnoka a tervek szerint még idén elkészül, a vállalkozások pedig jövő év elején vehetik használatba a raktárépületeket.